Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen az első live interjúkon. Szabói vagyok a Duna Rapszódiától, és üdvözlöm Ákost és Gergőt, aki Ciprusról van itt velünk. Ugye itt vagytok? Igen. Elvileg. Elvileg itt vannak. Halló? Itt vagy? Itt vagyunk, igen. Történt? Itt van mindenki. Szóval Szabói vagyok a Duna Rapszódiától, és szeretettel üdvözlök, aki figyel bennünket. Én kikapcsolom ezt, mert elkezdett minden itt pittyegni. Ezen az első live riportunkon, amelyet Ákossal és Gergővel folytatunk, akik Cipruson ülnek, és éppen mára néztük, hogy szépen kisütött a nap. Nálunk is elkezd sütni a nap, Floridában vagyok. Két nap múlva megyek jó hűvös magyarországi hidegbe, télbe, de itt is nagyon szépen süt a nap egyébként. Szóval Ákos és Gergő itt vannak velünk. Nézzük, hogy eddig. Jó lesz. Hogy ki van itt. Nézzük meg. Még nem jött ide senki. Látszódunk? Amúgy normálisan? Igen. Egy picit még arra fordítsam. Hogy látod? Jó. Jó, mindenki benne van. Mindenki benne van? Most igen. Benne van. Sziasztok! Sziasztok! Látom, hogy nézzük minket. Híresek leszünk. Még egy kicsit várjunk, hogy többen nézzenek. Várjunk, hogy kijön, de nem tudom, hogy miért ugye. Gyereked. Pedig ki is kapcsolatom már. Nagyon szép. Jó, van, gyülekedni fogunk. Pittyeg a Facebookom állandóan. Igen. Most várjuk. Szia, Péter! Kicsit jó az idő, csak pólóban vagyunk azért. Az. December, igen. December 20 fok. Én is pólóban vagyok. Azért azt meg kell mondani, hogy ezelőtt még egy hétig esett az eső, szóval az a nap szerintem egy kicsit kivételes. Igen, ez a különleges nap, de az látszik a hátatok mögött, hogy azért a kert az szépen zöld, meg nem hullanak a levelek, nem esett a hó. Hát nem, szerencsére. És hasonló. Azt nézem, hogy ki jelentkezik be, és azután kezdjük. És azért azt említsük meg, Éva, hogy te most Amerikában van, ugye? Igen, igen. Amerikában. Még igen, éppen befejeztem a karneválos dolgokat, de pár napóva otthon leszek, úgyhogy éppen azon gondolkodtam, hogy bele kell újra bújni a hideg, vagy a téli kabátba, meg a csizmába. Itt hány fok van most? Hát szerintem ma is lesz olyan 25-30. 25-30. Egy-két nap hűvös volt, de aztán most már megint meleg van. Jánisson, melyik Jánisson? Túl sok Jánisson, ugye láttam a kommentet. Minden második ember Jánisson, az a baj. Nem a live-ra jelentkeztek be, hanem valószínű, hogy a ti oldalatokra. De már azért sokan, milyen hatan? Heten? Heten, híresek leszünk, Ákos? Na, a relikus nézni. Szia! Hát végül is híresek lehettek, mert azért végig csináltátok a szezont. Hát, jó. Hány hónapja? Hát, 9 hónapja vagy. 9? Majdnem egy év. 3 hónap. És még lesz egy. És utána. Igen. És utána jöhettek ide.
Utána igen. Oh, papa, George! Hi, George! Hello! A sexy George. Csak nem jó helyre jelentkeztek, az Ákoshoz jelentkeztek be. A mi Facebook oldalunkra jelentkezzenek be. Mármint ez most hogy értek? A Dunarab Studio Facebook oldalára jelentkezzenek be. Én ott találtam meg. Most ja, de nincs, nem jelentkezett még be senki. Na, már vagyunk. 11-en? Heten. István barát, hoppá. Régi ismerős. Konyhadula. Ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó idő van. Na, mi újság? Aki itt van, az írjon egy kommentet, legyen szíves. Abból látom én is, hogy ki hol van. 12-en már vagyunk. Júli fog ez. Hogyha elkezdjük. Igen. Egyébként az eseményre is bejelentkeztek egy páran. Azt állt a Barbie, figyelj. Milyen az idő, Barbie? Milyen otthon? Milyen volt a repülőút? Igen, hát azért az el kell mondanunk, hogy tegnap váltunk el a bajtársainktól. Igen. Tegnap köszöntjük el. Ugye jelenleg 19 fok van itt. Tegnap költöztetek, ugye? Na, ó, költöztetek. Már mikor? Mint tudom, egy hete? Már egy hete már jobb lakó voltunk. Igen. Szerencsére. Ember nézi. Nem lesz jó. Sziasztok, skacok! Jó van, gyűlünk. 12. Hát azért... Gyertek. Érdekes lesz. Milyen ez a Barbie? Na, mi újság? Aha, 12-en. Sziasztok, látok, itt van a testátok, igen. Ó, de mi is néz. Sziasztok. 12-9. Na, hát szerintem azért, aki itt van, az valószínű szeretné tudni, hogy most miről beszélgetünk. Először is ez az egyik első olyan alkalom, hogy egy ilyen riportot sikerült összehoznunk. Remélem a jövőben ez, ha sikerül, és már legalább a kapcsolat létrejött, úgyhogy... Elég jó alkalmazást találtál erre. Igen. Hogyha ez sikerül, akkor szeretnénk ezt folytatni, hiszen azt hiszem, hogy az a legjobb hír, vagy legjobb információ, amit az újaknak adhatunk, hogyha olyanokat szólaltatunk meg, mint például most ti ketten, akik azt, amiről beszélünk, azt végigcsinálták. Én is sok mindent végigcsináltam, de ti becsületesen végig dolgoztátok a szerződéseteket, végigmentetek a kezdetektől, az elejétől kezdve a jelentkezéstől egészen a munkáig, a kiutazásig, a munkáig minden. Tehát végigjártátok azt a cipőt, amiről most beszélni fogunk, és az érdeklődők közül valószínű, hogy páran meg is fogják ezt próbálni. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha elmondanátok, hogy hogy indult a karrieretek, vagy hogy indult az, hogy ide jutottatok, mi mentetek keresztül, milyen folyamaton mentetek keresztül, hogy hoztátok meg a döntésetetek. Igen, pontosan. Melyiket? Hát nekem a legelső gondolatom az az volt erről, hogy én valamerre el szeretnék megint indulni. Mert ezelőtt gyere egy kicsit közelebb a mikrofonhoz. De most a fény a hátatok mögött van, próbáljátok úgy fordulni, hogy az nap legyen a szemetekbe. Szóval az a lényeg, hogy ezután dolgoztam kint külföldön, és hát nagyon megtetszett, nagyon elcsíptem ezt az egész feelinget, mert hát tök jó dolog amúgy utazni, és látsz is valami újat, aztán pénzt is keresel vele, ez fantasztikus amúgy. Hát én nem gondolkodtam úgy, hogy most így konkrétan hova menjek. Először ott keresek valamit felkeresek, aztán majd lesz valahogy. Na és hát ez úgy lett, hogy
cikluson lyukadtam ki. Tehát ennek a következménye az jobb lett, mint vártam már. És a felvételtől kezdve egészen a mostani pillanatig egészen élveztem amúgy. Mit nem mondjak, azért nehéz ezt megfogalmazni, mert ezért sok idő telt el. Nehéz felidézni azt, hogy milyen érzés volt bennem akkor, amikor így az érzés, hogy felvettek ide, vagy igazából, hogy nem is... Lényztem rá. ...hogy felvettek, mert nem hittem el. Nem találtam, hol találtam? Hát valami néni rám írt, hogy úgy volt, hogy másnapos voltam, és hát egy néni rám írt, hogy jelentkeztem valami meghallgatás, valami interjúra. Nézek, mondom, mi a franc, mondom, mit csináltam én este. És kiderült az a néni, hogy te voltál. Te voltál? Hát mai napig nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom. Mondjuk azt, hogy hát az előző munkájában úgy kértem szabadnapot, hogy el tudjak menni erre az interjúra. Megpróbálom. És akkor elmentem, tök jó volt. Az első nem vettek föl. Kicsit elkenődtem. Sajnos volt, igen. Utána elmentem a másodikra, az őző vasárnap is egy hétfői nap volt. Igen. És akkor elmentem, és akkor a hétfői napon persze felvettek. Uh-huh. Biztos kilózzanották közben. Igen. Igen, felszolgálnak, igen. Igen. Gergő, veled hogy indult a közös életük? Otthoni maradással foglalkozom. Gyere egy picit közelebb, mert nem nagyon hallani. Nem félek. Azt mondjuk, igen. Most jó? Nem, csak azaz, jó. Most jó, tökéletes. És most jó? Igen, ez így nagyon jó. Aha. Igen, bocsánat, csak mozog. Igen, csak most álljatok vissza ugyanúgy, mert a nap megint rátok süt, vagy a kamerába süt. Próbáljatok úgy visszaülni, hogy az előbb. Ez az, ne mozduljatok, tökéletes. Tökéletes. Szóval mindenképpen hangsúlyozni szeretem, hogy a Facebookon találtam ezt a kérdést. És egy nagyon kedves barátomnál dolgoztam, aki most pont néz minket. Szia Balázs! Köszönöm szépen minden élőben, megköszönök. Náluk dolgoztam a Convert iskola szövetkezetnél. Gyere egy picit közelebb, hogy jobban lesse hallani. Na most, vagy beszéljek hangosabban. Gyere közelebb, vagy... Így most jó? Most így jó. Most jó. Alapvetően porazással foglalkoztam otthon, és nem éreztem magamat igazán jól, mindenképpen váltani szerettem. Nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy csináljak, ezért igazából csak lestem az állásokat, és szerencsére Facebooknak köszönhető egy kis reklám. A hirdetéseket láttam, hogy Ciprus ez az, jöjjetek ki dolgozni, jó pénz, jó buli. Hát mondom, végül is meg lehet próbálni, azt tudni kellett, hogy azért az angolom nem volt olyan fényes. 12 évig tanították nekem, de nem olyan tanultam. Kicska voltam, sajnos. Ezért nagyon sajnálom. Felkerestelek titeket, először is megkérdeztem, hogy mennyire baj az angol, azt mondtátok, hogy semmi, próbáljam meg, legyen egy angol önetrezom, amiben segítetek. Szerencsére azt összehoztam. Nem volt. Nem, sem. Szóval jó, alapvetően a felszolgálókat elkezdtem, csak nem tudtam befejezni, mivel kellett a pénz, és el kellett mennem dolgozni. De volt valami tapasztalat, tudtam, hogy mi ez. Én is elmentem a tamaszos interjúra, ott valamilyen nagyon sok embert nem vettek fel, amit nem értek, és rá én is részfőjétlen volt, ugye? Igen. Az Elysiumos interjú, oda mentem. Tényleg bemagoltam az angol szöveget, otthon a barátaimmal megírták nekem, hogy mit kéne mondanom, de tényleg magoltam, hogy ez az sikerülni fog. Mire odaértem, volt egy kis beszámoló, hogy mi ez az Elysium, hogy működik, nem all inclusive, nagyon jó, 5 csillag, nem mit tudom. Mondom, mindegy, megértettem, hogy mit mondtak, mert ezen magam az angol annyira nem volt, vagy beszélni nem tudtam. Oda mentem, elfelejtettem a szöveget. Ja, a Dimitris meg az Efi előtt. Igen. Elfelejtettem a szöveget, mert azt tudtam, mit kéne mondani, hogy mondjak valamit magamra. Elkezdtem
nem tudom makodni, mit tudom mondani. Egy kicsit gyere közelebb a mikrofonba próbálj beszélni, mert megint nagyon rosszul hallatszol. Azt tudja. Tökéletes. Most jó? Most jó, így jó. Na. A lényeg az az, hogy három ágazatot jelöltem meg, a felszolgáló, a konyhai kisegítő és a housekeeper. Mondták, hogy a felszolgáló ilyen nyelvtudása esélytelen, a housekeeper meg csak idős embereket keresnek, ezért maradt, hogyha el akarok menni, ami nagyon-nagyon kemény, akkor a konyhai mosogatónak el tudok jönni. És átgondoltam, hogy most nem volt sok időm választásra, egyből azt mondtam alapvetően, hogy oké, mert mindenképpen ki akartam szakadni otthonról. A munka se tetszett, elegem volt már az éjszakából, nem találtam a helyemet, és úgy gondoltam, hogy kell ezeken. És azt mondták, hogy oké, jó pénz, menjen. És most itt vagyok. De ne, mosogató vagy? Ja, hoppá, tényleg. Ja, igen, szóval, hogy először... Te felejtsd el. Megérkeztünk, mit tudom én, két nap szünet, bemutatták, hogy ez lesz a ruhánk, be kellett jönni, mit tudom én, elmondták, hogy alapvetően igen, volt egy kis félreértés, hogy otthon még 1000 eurót kapunk havonta, itt már lecsökkent 850-re, és a végén maradt a havi 850, csak utána még egy kicsit volt azért kavarodás, hogy a tip, meg mit tudom én. Na, a lényeg az, hogy el kellett... Végül is azért mennyi jött össze? Már ennyire előhaladunk? Hát, ha már pénzről beszélünk, akkor beszéljünk. Jó, akkor még nem beszélünk pénzről, legyen. Szóval a lényeg, hogy elkezdtem mosogatni, és tudod, egyből beraktak a fekete mosogatóba, ami azt jelenti, hogy tudod, az undorító fekete nagy lábosokat elmosni a gépbe, elmosni egészen 8 órán keresztül, még vitt ki a szemetet, most le a kukát, szóval iszonyatosan rosszul éreztem magam, én úgy tudtam, hogy úgy gondoltam, hogy többet tudok, mint egy mosogatás. És a szerencsém az volt, hogy Ákos nagyon, nagyon nyomta nekem a rizsát, hogy váltanom, próbáld meg, és mondta, hogy nagyon sokan elmentek tőlük, mint a felszolgálók. De azt hozzáteszem, hogy ez nagyon nagy szerencse volt, úgyhogy akkor nagyon-nagyon sok ember tényleg elment az étteremből, és akkor volt egy, nem is tudom, egy hét pangás idő, és akkor utána jött megint a nagy vendégsereg újra, megtelt a szállodat. És erre akkor mondják azt, hogy jó időben jó helyen kell lenni, tehát itt kell lenni a szemednek. Hogy ezt így meglépje. És ráadásul még azt is hozzáteszem, hogy nem nagyon van ilyen a szállodában, hogy áthelyeznek például egy mosogatót az étterembe, vagy egy szakácsot mondjuk az étterembe, na, szóval egy értető, szóval nem nagyon váltanak pozíciót. Oda mentem a főnökünkhöz, mondtam neki, megkérdeztem tőle, hogy keresel embert. Miért, van egy barátod? Mondom, basszus. Hát igen. És mindezt angolul mondtad, gondolom. Igen, nem, magyarul, csak nem érted semmit. Próbáltam magyarul, de nem érted. Hogy az angolhoz nagyon-nagyon hozzátett ahhoz, hogy most megint egy kis reklám, hogy én nagyon sokat használtam a Duolingot. Minden nap 10 percet azzal foglalkoztam, hogy megcsináltam a Duolingos leckéket. Közben a felszolgálókkal, mivel azért érdeklődő típus voltam, folyamatosan kérdezgettem, hogy vagytok. Otthon bemagoltam a kérdést, hogy hogy vagy, mit csinálsz, és válaszolt valamit. Nem mindig értettem, de utána lefordítottam, és így is tanultam. Szóval próbáltam kommunikálni. És két hónap után mentem oda a főnökünk, a mostani főnökünkhoz, hogy szeretnék váltani, mit szólnál, hogyha megpróbálnál engem. És azt mondta, hogy oké, szombaton befejeztem a lanzás munkámat, vasárnap szünetem volt, és rá következő hétre már egy ötcsillagos szállodában egy esküvőn szolgáltam fel. Hát ez nagyon nagy váltás. Váltás volt, nem tudtam elhinni, de mind nagyon köszönöm ezt nektek is, Ákosnak is, és az Angelosnak, a Mr. Angelosnak a... Tényleg nincs most Angelos bent? Sajnos nincs. Halidére meg. Most meg halidére, viszont, hogyha kicsit leszünk többen, megpróbáljuk megkérni a... Nem, a Cedric szemtőben nem lenne, hogy szóljon pár szót nekünk. Hát. Ki tudja, mindegy, most nincs jelenleg. Hát ha. Na, szóval hát akkor elkezd, nem ejtetted el a tányérokat, nem borítottad a bort a vendégek fejére.
semmi nem volt, semmi nem volt. Kiküldték be a pályára, szóljak a vendégek, beszélgessek velük, szedjek, szedd a pályát, semmi olyan probléma volt. Jó, mindig mondjuk mai napig felhozzák, hogy mi van Lanza, de hogy az csak hecből, mert látják, hogy azért van bennem szerencsére Kraft. Kraft, igen, épp ezt akartam mondani. Na, köszönöm, hogy milyen kérdések jöttek. Szia, kívánok! Aztán mindenit. Remélem, tetszik a hajam. Hány fok van, srácok? Tényleg hány fok van? 19-20. 19-20. Azt mondja, hogy... Nem csak el le fog merülni, most nézem ezt. Ne csinálj. Nézem, hogy itt azt mondja. Te is lemerülsz, de már? Nem, meg tudjuk oldani. Elkezdtétek a munkát, meséltek arról, hogy milyen a napotok, tehát, vagy a napotok, hetetek. Milyen sorban dolgoztok? Milyen beosztásban dolgoztok? Splitbe szoktunk dolgozni általában. Vannak kivételek persze, hogyha van valami event. Esemény, rendezvény. Igen. Hát ez most például, hogyha keresztelő van, vagy esküvőn, de ez ilyen inkább nyáron szokott lenni, ami nagyon-nagyon sok, minden héten legalább minimum az egy, a maximum az öt egy héten. De... És a normál beosztásodok milyen? Split. Szóval az azt akarja, hogy reggel 8-kor kezdünk, egészen délig, tehát van 6 órás szünet, és utána vissza kell jönni vacsora időre, ami szintén 4 óra. És a 4 órás munka órágon van 5 perc szünet. Gyere egy picit közelebb, meg én nem nagyon hallatsz. Jobb. Jobb hallatsz. Ez az. Ez így jó. Igen, ez most így jó. Milyen éttermek vannak, vagy hol dolgoztok? Egy helyen dolgoztok? Vagy... Étterem van a szállodában. Van a Lemonium, ami a reggelisztető, van az Epikúrián, ami a büfét takarja, valamint van az Oshin, az egy ázsiai étterem, van a Bakó, az egy olasz étterem, és van a mediterrán, vagy nem is tudom. A mielekert, ezért ez fontos. Ez a, nem is tudom, ez ilyen helyi étterem, ilyen fiafoodok vannak ott leinkább, igen. Ami szezonálisan van nyitva, ezzel kell tenni. És akkor ti egy helyen dolgoztok, vagy forogtok? Hát most már egy helyen. Most már egy helyen, nyáron volt az, hogy szétdobáltak minket, hogy valaki a tavernában, valaki a büfében. Oshin Bakót nem oda, ugyebár olyan csak régieket szoktak. Uh-huh. Szóval azt nem. És mi a különbség a munka, egyik munka meg a másik között? Tematika. A Lemoni és az Epikurén az büfé étterem. Csak az italokat szolgáljuk fel, a többi 3 étterem az pedig à la carte. Uh-huh. De hogy amíg az... jobb angol is kell, szóval oda tényleg jobb angol nyelvtudás kell. Uh-huh. Ott többet kell beszélgetni a vendéggel. Ami nagyon érdekes, amikor ugyebár ott voltunk nálatok, akkor mondták, hogy splitbe fogunk dolgozni. Elmondtátok, mi az a split, és azt mondtuk, jaj, ne, csak ne splitbe dolgozzunk. Most már így 9 hónap után arra jöttünk rá, hogy nem nagyon szeretünk straightbe dolgozni. Mert sokkal jobb az, hogyha egy korán indul a nap, reggel felkelsz, dolgozol 14 órát, tested biológia órát felébred, minden, elmész edzeni, nyilván naponta járunk edzeni, szóval még inkább fontos, hogy korán keljünk. Edzünk egy jót, alszunk 3 órát, aztán jövünk vissza. Mint amikor, mondjuk előző héten kétszer volt ilyen, hogy 8 órát dolgoztunk egyhuzamba a weddingek miatt, sokkal inkább éreztük magunkat 8 óra után, mint hogyha 2x4-et dolgoztunk. Jó, tegyük fel, nem 8 óra, hanem 8,5, azért ezt, hogyha majd következik, mert fél óra szünetünk van alapvetően. Nem mindig adják. De alapvetően 8-kor kezdünk, és 8-20-kor van egy briefing, minden nap van briefing. 8-tól 8-20-ig azt csinálsz, amit akarsz. 8-20-tól bemész a briefingre, elmondják, hogy mi az adott napnak a tematikája, hogy mit kell csinálni. Ilyen alapinformációkat, amik hasznosak számunkra.
hogyha kérdezi a vendég, akkor tudjuk. Meg, hogyha valami plusz van, igen. És akkor a 4 óra után, már mint a 8-20-tól délig van egy 5 perces szünetünk, amikor már mondjuk végeztünk mindennel, meg ugyanúgy van 6-15-re jövünk, akkor ugyanúgy egy briefing, és 10 körül meg 10-11 között meg egy szünet, 5 perces szünet. Szóval így jön ki a 8-es szünet. És hát azért délben, amikor, tehát amikor két felé vagytok osztva, akkor délben azért, vagy kora délután a saját időtökben azt csináltok, amit akartok. Tehát kimehettek a strandra, vagy hazamentek aludni, vagy ilyesmi. A szállással kapcsolatosan, tudom, azt meg kéne válaszolni. Igen. A szállás, igen. Az nagyon előre halad. Igen. Én úgy voltam, amikor kijöttem ide, hogy hallottam, hogy... Ez vicces, ez. Hoppá, na most megszakadtunk. Szerintem lemerült a gépetek. Itt vagytok? Itt vagyunk. Szuper. Itt vagyunk? Igen, itt vagytok. Szerintem megszakadtatok, nem merült le a gépetek? Nem. Nem? De jó, most jó vagyunk. Na jó. Szóval, és hát nekem nem volt szimpatikus ez az ember, aki mindig csak a pénzről kérdezett le inkább. Aztán nem tudom, eltelt egy két nap, hogy letisztáztuk igaz a Duna Rapszódiával az indulást is, hogy megvettük a repjegyeket is, és akkor... Amivel szintén segítettek. Igen. Szóval ez jó volt, meg a transfert is elintézték, és akkor utána... Ugye messze vagytok, milyen messze vagytok a repülőtérre? Hogy el szeretné valaki kérni a számot, ezt úgy hívták azt a srácot, hogy Horváth Gergő. És akkor megmutatták a képét, mondom, hát ezt nem hiszem, hogy ez a srác volt, aki ott ült előttem, akit mondtam, hogy én nem kedvelek, mert már hát első ránézésre így nem volt szimpatikus a srác. És hát, kellemesen csalódtam, itt nem mondjak azért. Ja, vannak problémák, minden, de azt mindig elintézzük. Szóval egy teljesen kellemes csalódás volt az egész találkozó, meg így az egész 9 hónap, amit együtt töltöttünk munkával. Abszolút nagyon jó volt. Viszont visszatérve a szállásra, mi azt úgy találtuk meg, hogy felhívtál engem. Felhívtál téged. És ki vagy elmondtad? Hát szóval megismerkedtünk, aztán utána nekem az volt a kikötésem a szállással kapcsolatosan, hogy legyen medence. Mivel mindig azt ajtózták, hogy itt Cipruson mindenhol van medence, minden apartmanhoz, ami az igaz, csak mondjuk ugye az apartmanok 80%-ánál van mondjuk. Ilyen, mondjuk, hogy olyan púlosabb, vagy tehetősebb apartmanok, mondjuk úgy. Szóval azért nem mindegyiknél van, de 80%-nál van. És emiatt mi azt... Ez egyébként eldönthetitek, hogyha nem akartok olyan lakásba, vagy olyan házba menni, ahol nincsen, nyilván meg lehet rajta spórolni, de nem tudom, ti tudjátok, hogy jó az, hogyha van ott egy medence a házba, vagy nem használ. Nagyon jó. Nagyon nagy feeling. 14 óra munka után kijönni, kifeküdni a saját medencéhez. Igen, az is nagyon jó. És, jót lehet lazulni, mi? Igen, ez biztos. Igen, és a strandra is ki szoktatok menni ebbe az időbe, a tengerpartra, vagy inkább hazamentek? Hát, változó. Hát inkább, nem tudom, mi lefáradt. A tengerparton fogok úszni, vagy a saját medencémbe. Inkább csak szabad napunkon mentünk úszni. Igen. Az bevállaltuk, úgyhogy lenyomjuk a 4 órát, utána nem mentünk még másfél órát edzeni, és utána még úszkálni, az már nem adtam, mert pihenni is szerettünk volna valamit így a másik shift előtt, szóval... Egész értető volt, de nagyjából ki tudtuk használni, hogy a medencét csináltunk sok videót, ahogy baromkodunk, vagy hülyeskedünk, szóval... Azokat majd szeretnénk ám látni. Rendben. Nem.
Szóval, jó, mivel, akkor nekem mutassátok meg először, és utána kirakjuk. Mivel kikötötte az Ákos, hogy mindenképpen szeretne medencét, ezért elvetettük azt az opciót, hogy a szálloda adjon szállást, mert ugyebár lehetséges ez is nálatok. Hogy ha elég ember gyűlik össze, ugyebár nekünk is felajánlották, hogy akkor adnak szállást, de mivel mi kikötöttük azt, hogy nem nagyon szeretnénk mással együtt lakni, csak azzal, akit mi választunk, hogy inkább rajtatok keresztül, a Vladimiren keresztül, szerencsére egy elég jó helyen, egy elég jó apartman fogtunk ki. Alapvetően azt tudni kell, hogy nyilván az életet nem olcsó, 600 euró volt havonta, és ennek fejében kaptunk két szobát, két fürdőszobát, egy nagy előszobát és egy konyhát, három medencével. Ez a szállodától 30-25 percre volt biciklivel. Jó, bicikli, bicikli. Azt nem, gyalog. Már bocsánat, de gyalog. Perc. Gyalog. 10 perc alapvetően. Szóval jó helyen fogtuk ki. És mi döntöttük el azt, hogy kivel akarunk lakni. De ugye akkor azt hiszem, négyen mentetek ebbe a 600 eurós apartmanba, ugye? Először csak hárman. És ugyebár a lakbér mellé kértek még egy havi depozitot, meg 200 eurónyi elektromos és víz átírására való összeget. És ugyebár 8 hónapig laktunk ott, és előző hét pénteken költöztünk el, és visszakaptuk mindent. Szóval nem volt vele baj. És most itt lakunk a Elysium mellett 5 percre, 3 percre, vagyok bringával, igen. Viszont itt az a baj, hogy nem mi döntjük el, hogy kivel szeretnénk lakni. Ez 150 euró per fő. És most jelenleg 3-an lakunk bent, de jövő héten jön két olyan srác, akivel nem nagyon szeretnénk együtt lakni, de nem tudunk mit csinálni, mert a szálloda adta a szállást. Szóval egy tanács, hogyha nem szeretnél másokkal osztozni, vagy csak azzal szeretnél, akivel te akarsz, akkor mindenképpen érdemesebb beleáldozni ezt az összeget, hogy egy saját lakásra. Meg hát egyébként lehet váltani ezt, és mondjátok el, hogy akkor azt úgy döntök, hogy elmegyek egy olyan helyre, amit keresek magamnak, és ott saját magam ura vagyok. Igen. Igen, ez sokat jelent, meg sokat is számít. Igen. Igen, ez a egyébként a hajózással is ez a különbség, meg azzal a variációval szemben, ahol a szálloda adja a szállást, mert hogyha kapod a szállást, ugye elvileg ingyen ez szállást, de akkor megmondják, hogy na most öcsém, ide mész ebbe a szobába, ez lesz az ágyad, a másik kettő ágy az már el van foglalva. Igaz, hogy ez benne van vagy adják ingyen, tehát benne van a kondíciókban, nem kell érte fizetni, bla bla bla, vagy hozzáadják, hozzácsapják a fizetésedhez, és utána levonják, viszont nem a saját urad van. Igen. Pontosan ezért jó az, hogyha ugye egy kicsit kipróbálja minden, most, hogyha ti hajóra szeretnétek elmenni, látjátok majd a másik változatot. A hajóra bemész egy kabinba, ahol vagy ketten, vagy hárman laktok, és főleg, hogyha szezon közepében mész, akkor azt mondják, hogy hát figyelj ide, a felső ágy az a tied, mert a másik kettő már le van foglalva. Tehát ez a különbség, igaz, hogy lehet, hogy több pénzed marad meg, viszont az a pár óra szabadidődben lévő függetlenségnek ez az ára, illetve hát ez a plusz benne, hogy a saját házadba, a saját lakásodba, a saját szobádba, a saját környezetedbe, amit te magad választottál, vissza tudsz menni. Igen, igen, ez nagyon sokat számít, igen. Főleg, hogyha sokat kell dolgozni, és egy kicsit stresszesebb a helyzet, vagy nagyon toppon kell lenni, mert éppen teljesen fullosan megy. Egyébként fullos volt a szálloda a nyáron? Igen, igen. A novemberi hónapban. Azért még november hónapban is. Igen. Uh-huh. Tehát azért ott dolgozni kell, meg oda kell figyelni. Heti 6 napot kell nyomnunk, egy szünetünk van. Uh-huh. Na ez a másik, amiről még nem tudom, mindjárt megnézem, hogy milyen kérdések jöttek még. Hogy tehát... Szia, Dávid!
Gábor, amit egyen meg. Hogy néz ki? Egyen meg. Szia, Gábor. Szeretem. Remélem, jól vagy. Nem értem, miről szól. Tehát a hétről hogy néz ki a hetetek? Hetünk. Reggel felkelünk. Az a nap. Először is. Igen, felkelünk, bemászunk a szállodába, megreggelizünk, elkezdünk dolgozni. Olyan 11 óra körül felébredünk. Hólasan. Délbe végzünk. Megebédelünk. Elmegyünk edzeni. Miután végeztünk, az edzéssel elmegyünk aludni. Egészen 5-ig. Fél 6-ig. Utána kezdődik a műszakunk olyan 6-15-6-30 körül, mindig változó. Lenyomjuk a vacsorát egészen 3-4-11-ig, és utána hazamegyünk, és alszunk tovább. És kezdődik újra. Buli? Vannak kivételek, igen. Olyan napára, Nikóziába, Limasszolba, szóval vannak ilyen kivételes napok, amikor megengedtük magunknak, hogy elmenjünk, és a Sárgaföldig leígyük magunkat. Volt ilyen is. Apostolos azért annyira nincs egy buli élet, azért ezt hozzá kell tenni. Van egy bászítő hely van. Ami tele van kocsmával, meg szórakozó helyen, igen. De hogy igazán szórakozó hely azért, hogy jól tenni, hogy nem jut eszembe. De mindegy, egy olyan szórakozó hely van, ahol talán lehet látni őket, jó nőket, mert azt sajnos el kell mondjam, hogy nincs. Itt a közelünkben olyan jó nő. Akkor majd válogatunk a jelentkezők közül lányokat is. Igen, mindenképpen. Legyen a társaság. Igen. Tehát akkor van egy 6 napotok így zajlik, és az egy szabad nap az mikorra szokott esni? Változó. Ezt mi kérhetjük szerencsére? Uh-huh. A hét elején kijönni azt a napot, amelyiket szeretnénk. 90%-ban azért meg szokták adni, de tegyébként azért már volt olyan, hogy egybe kellett dolgozni 13 napot, és utána volt egy szabad nap, akkor az a baj, hogy nem tudsz mit csinálni, mert ha te nem is érzed magadnak fáradtnak, fáradt vagy. Igen. Azért minden nap reggel korán kell, és az nem csak korán kell, és hanem tudod, 11 körül, 12 körül végzünk a vacsorával, utána hazamész, megpróbálsz elaludni, és reggel 8-kor már egyenruhába kell lenni a staff kantinban, mert 8-kor kezdődik a shift, szóval egyáltalán nincs. Az egyenruhára visszatér. Az egyenruhátok milyen, és hogy kaptátok, hogy mossátok, hazaviszitek? Erről tudtok beszélni? Nem kimosnak. Szóval nekünk semmit se kell hazavinni. A szálloda az elvárja, hogy a szállodának az egyenruháját hordjad, szóval de nem vehetsz olyan mondjuk a drágot, amit te vettél az arába. Lehet, hogy nagyon szuper, slim, meg minden megfelel az elvárások, de nem. A szállodának a ruháját kell viselni minden körülmények között. Uh-huh. És ezért naponta mossák, naponta le kell adnunk a laundryba, laundry kimossa, és kirakja nekünk egy külön szobába az napi ruhát. Reggel mindig kék ruha, naperon és hosszú nadrág, fekete hosszú nadrág, de ugyebár a esténk mindig másik. Mindig attól függ, hogy milyen az estének a tematikája. Igen, igen, igen. Hány egyenruhátok van egyébként? Hát ez van egy alapszett, van egy fehér ing barna csíkokkal, és utána nem tudom, úgy van kivariálva, hogy mindig egy sejem, hogy mondjam ezt? Nem tudom, valami olyat rá magadra kell tenni, hogy te egy francia estem, most mondtam valamit. Egyedül hogy az ázsiai est, ami másik ink. A kávéri esteket. Szóval, ezt is sem mondom, hogy 10-12 fajta tematika, amit válnak változtatnak. De a nyáron nagyon jellemző volt az, hogy 18 hétig ugyanaz a sorrend volt, az, hogy hétfőn ciprusi este, kedden viszont ázsiai, szerdán már Tex-Mex, és akkor így ez igen, ez mind egyforma volt, és akkor semmi nem volt benne, de nem is kellett.
megmondom őszintén, mert azért nagyon, nagyon sok vendég jött le akkor, és nagyon oda kellett figyelni. Most az lett volna nem is tudom, a tejszívra cseresznyi, hogyha még egy tízért meg beleugatnak, hogy miket hogy vegyünk föl, meg ilyenek. Szóval, igen. Azt érzem, hogy milyen kérdések jöttek, hogy jönnek meg. Mire lehet jelentkezni, kérdezte Attila. Mire? Mire? Szobafestő, mázoló. Elvileg mindenre. Alapvetően még, hát még ugyebár most csak arról beszélgetünk, hogy milyen az élet itt Paphoszon. Hogyha esetleg kérdet kapnál arra, hogy külföldön szeretnél dolgozni, akkor ha van bármilyen kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolunk rá. Vagy igazából, amit most csinálunk, hogy elmondjuk azt, amit mondjuk történt. Na, azért azt hozzáteszem, hogy el kell döntened, hogy mit szeretnél amúgy, mert mindennek van egy kis, mindennél hozol egy kis áldozatot. Hogyha pénzt szeretnél gyűjteni, oké, meg lehet csinálni, de akkor nem mész sem erre. Hogyha menni szeretnél valamerre, akkor viszont pénzed nem tudsz spórolni, úgymond. De akkor viszont nagyon bejárod ciklust. Szóval itt mérlegelned kell, hogy mit is szeretnél. Ezt szoktuk azt mondani, hogy aki pénzt akar spórolni, és nagyon nagy pénzzel akar hazajönni, az ne menjen Ciprusra, viszont aki élvezni akarja azt az egy évet, amit ott tölt, vagy akár többet is, sokan vannak egyébként, akik leköltöztek életszerűen, életvitelszerűen Ciprusra, akkor pedig azt az életet fogod élni. Lehet, hogy nem jössz haza 3 millió forinttal, viszont egy olyan életet éltél, vagy olyan évet töltöttél el, ami egyrészt a karriered szempontjából fontos lesz, másrészt azért akármennyire volt a negatív oldala, kellemesen töltött. Nekem személy szerint az egyik kedvenc mediterrán szigeten Ciprus. Szóval nagyon kellemes életet el lehet. Jó, kell dolgozni, mert nem azért fizetnek benneteket, hogy nyaraljatok, de megfinanszírozzák azt az egy évet, amit ott eltöltesz és megismered. Aztán a másik pedig, aki karrierépítésként használja, illetve már többször beszéltünk, hogy ugye azért egy olyan luxus szállodába töltöttetek el egy szezont, ami, hogyha elég csak, hogyha beírjátok az önéletrajzotokba, vagy ott voltatok is, ha valami. Igen, ez a karrier szempontjából zseniális ez a szálloda amúgy. Megtanít pár dologra, hogy hogyan is kell monoton körülmények között dolgozni, meg a fegyelemre, az tuti. Mert amúgy a késésre azt nem nagyon tolerálják. Volt már rá példa, hogy kipróbálkozik harmadik vagy negyedik késés után. Nyilván ezt nem mindig tehetik meg, de emlékezni fognak arra, hogy te késtél. És hogy milyen ember vagy, és hogy állsz a munkához. Azt is ugye gondolszik. Hogyha például te szeretnél valami extra kérésed, vagy a szabadnappal kapcsolatosan, vagy a munkarendeddel kapcsolatosan. Igen. Szóval emberségesek azért, szerencsére. Tudják, hogy nagyon sokat tudjuk dolgozni, és emiatt, hogyha te szeretnél valamit, ha ugyanúgy teljesítettek, akkor megadják meg. Tegyük fel, a mi esetünkben az volt, hogy volt egy buli a Limassolban, amire nagyon el szerettünk menni augusztus közepén, de úgy, hogy a szálloda az tele volt. És megkérdeztük a főnökünket, hogy esetleg lehetséges-e az, hogy Ákos több barátunkat, meg engem elengedsz ezen a napon. És alapvetően két hétig húztuk, mondtuk a szálakat, miután a buli előtt egy nappal derült ki, hogy mehetünk. Úgyhogy a szálloda az tele volt két weddingünk azon a héten, de mivel figyelembe vette azt, hogy alapvetően jól dolgozunk, jó emberek vagyunk, nem kértünk olyan sok szabadnapot, ezért elengedett, ráadásul nem csak a bulira, hanem a buli másnapjára is megadta a szabadnapot, egy vasárnap hétfőt, és kedden este kellett mennünk dolgozni. Szóval még figyelembe is vette azt, hogy esetleg a legyalónál nehogy valamilyen kárt tegyünk. Mi a vendégeknek az érdeke? Igen. Szóval figyelembe vette, szerencsére. Szóval az igen, hogyha jól dolgozol, odafigyelsz, megcsinálod azt, amit kérnek, akkor ők is nyúlj adnak. Igen. Ez valahol mindenhol így van egyébként. Nem is beszélve, hogy azért tanultatok.
Nagyon sokat. Főleg te, Gergő. Igen. Igen. Hát azért jól fog kinézni az önéletrajzban egy öt csillagos szálloda majdnem egy évig, sőt, még referencia levelet is adnak. Szóval, hogy ez bárki is fontos. Meg az, ami a fejetekben, meg a kezetekben van, tehát az az effektív tudás, amit megszereztetek, meg a viselkedési tudás, a viselkedés, ami rátok magad. Pontosan, igen, ebben nagyon igazad van. Igen. Na. Jó, hát én azt hiszem, és nézzük meg, hogy mi van még, amit esetleg... Ön szomorú hírem, hogy 6%-on vagyok. Igen, azért is mondom, hogy lassan nagy része a tömegnek már elment, meg fél órára terveztük. Azért azt elmondom így a vége felé, hogy illetve hát ti mondjátok el, hogy szummázzátok, hogy ez az időszak. De hát, ha érdekel? Tessék? Pénz. Mert ja. Ugyebár még nem beszéltünk pontosan. Mert ugyebár említettem már a 850-es nettó fizetés. Hallod? Igen. Emellett, amikor még Ákos kijött, akkor mondták, hogy lesz valami tipp minden hónapban, mire fogalmunk sem volt, hogy mi az. Neki sem, mert nekem sem. És ami a későbbiekben kiderült, és ez egy szerintem nagyon jó, hogy alapvetően nem tesznek különbséget köztünk. Nem tesznek különbséget a között, aki most jött, csak a szezonra, ma kezdett, vagy aki 12 éve itt dolgozik, valahol a 2002 óta már szállodásodat mutatom, hogy egyenlő arányba osszák szét a tippet. Tegyük fel, nem tudom mennyi az összeg, tegyük fel 10.000 euró egy hónap, 20-ától 20-áig mérik a napokat, hogy hány napot dolgozunk, és azerint osszák szét a szabad a pénzt, hogy kinek hány napja volt. Először, hogy hány napot dolgozott azon a napon, és kiszámolnak egy az adott hónapban összegyűjt jadból, hogy mennyi jut egy napra. Tegyük fel, 12 euró jut egy napra, tehát dolgoztál, tegyük fel hány napot, 22 napot, nagyjából 325 eurót kap, és mindenki 12 euró per napot kap, ha én kezdtem, és aki úgy dolgozik már 10-akárhány éve. Mégpedig a bárba viszont teljesen szét van vagyfaszolva, és csak úgy adják, hogy te ezt csinálod, oké, te többet kap, te csak a felszolgálsz, akkor te ennyit kap, te bartender vagy, te barback vagy, akkor ennyit. Szóval itt teljesen mindegy, hogy pályán vagy, kapitány vagy büfét vagy trolizol, ugyanannyi pénzt kapsz. És a végén a bónusz? Igen, 850, meg nagyjából minden hónapban megállunk, hogy nem? Az elején. Oké, március. Nem tudom, a 250 mindig megvan. Számoljunk 250, akkor 1100 eurós havi fizetésed van. Majd az 1200 majdnem megvan. Súrolja az 1200 eurót. Uh-huh. 320-ban az 300... Igen, 360 ezer. Igen, nagyon gyorsan pontos akarok lenni, akkor 320 szorozva 1200, az 384 ezer forint havonta. És a bónusz? Ja, és van bónusz, igen, hogyha letöltöttük ugyebár a napot, akkor 400 euró plusz, ebben maradt az ennyi elévénket is kifizetik napi 32 euróval. Szóval, ha benn maradt 15 napod, akkor az több mint 400 euró. Szóval az utolsó fizetés nagyjából ilyen 1500-2000 forint, 2000 euró környékén lehet. Uh-huh. Szóval azért nem olyan rossz pénz. Uh-huh. Uh-huh. És hozzá a munkakörülmények. Tehát ezt hozzá a munkakörülmények, igen, hogy ez nagyon jól van, hogy említetted, hogy főznek ránk, van reggeli, van ebéd, van vacsora, a büféről annyit eltünk, amennyit akarunk, és most se kell ruhát. Ja igen, ezt akartam kérdezni még, hogy az ebédről vagy a kajátokról nem beszéltetek még. Mindig van. Abban nem éheztek. Otthonra nem kell vásárolni, mert bőven tele vagytok. Attól függ, hogy mit is szeretnél lenni, meg hogy mennyire veszi be a gyomrod az itteni kajákat. Nagyon sok furcsa kaja van itt amúgy, amit nyilván nem kóstoltunk, vagy nem is ettünk, nem is a harumát. Hasunk nem nagyon bírja. De hogyha például edzel, akkor nem mindent tehetsz meg. Szóval azért mi azért szoktunk vásárolni valamit otthonra, mert azért
este már nem nagyon eszünk, szóval ilyen apróságok azért vannak. De hogyha ha szükséges, akkor gyakorlatilag nem éheztek, nem szükséges szállodában. Érdekel, hogy mit eszel, akkor abszolút semmi kaját nem kérem. Szabad napodon is bejöhetsz enni, nem érdekel senkit se. Sütitömkelegek vannak kirakva. A desszertek is hányásig van, szóval nem kell semmit se venned, hogyha... Emellett a víz, nyilván víz is van, ugyebár ciklusan minden a vízből, de ők szerencsére megtisztítják nekünk. Szerintem, amit akarsz, meg kávé. Kávét, azt is fogsz eszem magadnak, ahogy szeretnél. Meg deák is. Igen. Szóval nincs majdnem ugyanazt teszed, mint a vendég. Hát az azért nem. Hogy foglalnátok így össze az egészet? Most azért egy kicsit fura, mert tegnap, ugyebár tegnap köszöntünk el azoktól, akikkel végignyomtuk a szezont. Még alapvetően novemberig kaptuk ugyebár a szerződést, és a főnök ugyebár megkért minket, hogy mit szólnánk, hogyha maradnánk még egy hónapot. Azt mondtuk, hogy oké, mi ketten Ákossal jól döntöttünk, úgy érezzük, hogy itt maradtunk. Hát azért megtiszteltetik, hogy ezt így felajánlották nektek. Megtiszteltetik? Igen, megtiszteltetik. Jó érzéssel töltetik. Egy ilyen két héttel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt kérdezett rá, mielőtt lehet volna a szerződésünk. Szóval az is nagyon jó volt, hogy így előre gondolta az egészet. Igen. Én viszont előnyelem előtt, basszus. 2%-on vagyunk. Na, szóval, hogy milyen tanulságot vontok le ebből az egészből, vagy mit tanácsoltok a kezdőknek? Egyszer mindenféleképp ki kell próbálni ezt. Mindenképpen. Ki kell szakadni a komfortzónából, sajnos, vagy nem sajnos. Mindenképpen. Igen, ott van a hátrány, hogy nincs itt a család, új körülmény, de kárpótol az, hogy most akkor lehet, hogy lemerültünk, vagy lemerültetek. Még várunk egy kicsit, hátra visszajönnek, srácok. Azt hiszem, hogy lemerült. Igen, valószínű. Hát akkor végén csak annyit mondanék, hogy zárásként, mégis a srácoknak a vélemény is e felé tendált, illetve hát ezt kezdték el mondani, hogy az Ákos mondta, ki kell próbálni, és a Gergés mondta, ki kell esni, vagy ki kell ugrani a komfortzónából mindenképpen, meg kell próbálni, bele kell ugrani, veszíteni valója senkinek nincsen, csak nyerni lehet rajta, tapasztalatot, életélményt, pénzt, karriert, meg kell próbálni, el kell menni, végig kell csinálni, abban tudunk segíteni, hogy hogyan, milyen lépésekben. Január 3. hetében lesz az interjú, amin a srácok is részt vettek tavaly januárban. Az indulások március-áprilisra várhatóak. A menet a jelentkezésnek mindenképpen az, hogy a www.dunarapszódia.hu oldalon be kell regisztrálni, el kell fogadni az adatvédelmi szabályzatunkat, ez nagyon fontos, hiszen hogyha ezt nem csináljátok meg, akkor nem tudunk kapcsolatba lépni veletek. A honlapunkon kell tehát regisztrálni angol nyelvűn életrajzzal, utána pedig el kell jönni az interjúra,
sikeresen meg kell csinálni az Interjét, utána pedig ki kell tavasszal utazni, és végig csinálni, amit a fiúk végig csináltak. Mindenképpen keressetek bennünket, hívjatok bennünket, regisztráljatok bennünket, és biztosítsátok a január 3. hetében történő interjúra a helyeteket. Várunk benneteket, és örülök mindenkinek, aki itt volt ezen a broadcaston, és végignézett bennünket. Ha további kérdéseitek vannak, akár Messengerben, akár e-mailben feltehetitek, közvetlenül a srácoknak is, vagy pedig nekünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Fiúk, hogyha láttok még, akkor valószínű, hogy az Ákosnak nem erült a számítógépe. Ha láttok, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és segítettetek abba, hogy ez az első live broadcast létrejöjjön. Gyakorlatilag a világon keresztül most Floridából Ciprusra, magyarországi vetítésben, illetve az interneten történő vetítésben. Köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok, és találkozunk a következő broadcaston. Sziasztok!